Jövő év végéig 7 település ivóvízellátása javul a térségben, ahol a vízbázis bővítés és váltás szükségessé vált, mivel a jelenleg használt ivóvízkút évtizedekkel ezelőtt épült, az azt kiszolgáló műtárgyakkal együtt. Adony, Belojannisz, Besnyő, Iváncsa, Kulcs, Pusztaszabolcs, Velence ivóvízellátásának fejlesztése valósul meg új vízbázisra való áttéréssel, a vízkezelési kapacitás növelésével és a technológia korszerűsítésével. Megépül 900 méter gerincvezeték, megvalósul a kétirányú nyomásfokozás Velence és Kulcs irányába, valamint új távvezetékek épülnek Kulcs, Velence, Belojannisz és Besnyő irányába. Összesen közel 21 km hosszúságban. Regionális víziközmű hálózat és a 19 darab kúttal rendelkező Ercsi vízbázis évtizedekkel korábban épült. A hatékony, üzembiztos és korszerű ivóvíz szolgáltatás biztosítására hosszú távon már biztos nem alkalmas. A nagyszabású projekt keretében műtárgyrekonstrukciós munkálatok zajlanak, új technológiai elemek és műtárgyak épülnek, új vízbázist kapcsolunk be a vízbázisba, vízellátásba, és vízkezelési kapacitás is nagy mértékben növekszik. Vénémet Zsolt kijelentette, hogy a beruházás jól szemlélteti a hangsúlyváltást. Az Energiaügyi Minisztérium víziközmű ágazatért és vízgazdálkodásért felelős államtitkára elmondta, hogy idén mintegy 200 milliárd forintot fordít az ország a víziközmű ágazatra, ezen belül mintegy 100 milliárdot rekonstrukcióra, mint amilyen a Duna mentén is megvalósul. Hozzátette, hogy a 13 milliárd forintos projekt keretében napelemparkot is telepítenek, és ezzel a nagyon energiaérzékeny ivóvízellátás költséghatékonyabbá válik. Ezzel rá is tudunk mutatni ennek az ágazatnak egy nagyon-nagyon érzékeny pontjára. Mert akkor, amikor a Covidot követően, a háború következtében is elszabadultak az energiaárak, akkor kezdtünk igazából foglalkozni azzal, hogy ez a szolgáltatás mennyire érzékeny erre a tételre, hiszen a vízdíjában közel 40% a villamosenergiaára. Tehát legkevésbé sem közömbös az, hogy ezt a villamosenergiát miből állítjuk elő. Az államtitkár kiemelte, hogy az utóbbi években mintegy 1000 milliárd forintot fordítottak a vízi közműhálózat fejlesztésére. Ezzel a magyar háztartások 95,5%-a egészséges vezetékes ivóvízzel ellátott, és 83,5%-uk szennyvíztisztítással is érintett. Megjegyezte, hogy ez az adat például a szomszédos Horvátországban és Romániában is alacsonyabb, tehát regionális szinten is jól áll Magyarország.